Luther Márton pacifista lett volna? Nem, nem volt az. Mégis tudta, hogy mint lelkész és prédikátor köteles az embereket ösztönözni és felszólítani, hogy békéljenek meg egymással. Ki háborút kezdeményez, igazságtalanságot követel, ezért helyes és igazságos, hogy leverjék, végül pedig megbüntessék azt, aki elsőként rántott kést. A keresztény embernek mindig békére kell törekednie, és Jézusnak az a kijelentése, hogy boldogok, akik békét teremtenek, azt mutatja, aki Isten gyermeke akar lenni, ne kezdeményezze el se békétlenséget, se háborút. Helyette folyvást a béke megteremtésén munkálkodjon, még akkor is, ha egyébként elég oka volna a háborúskodásra. Az evangélium nevében folytatott szent háborút Luther mindig is ellenezte, még az előre nyomuló török sereggel kapcsolatban is. A társadalmat meg kell védeni mindenfajta erőszaktól, Isten ezt a feladatot tűzi ki minden világi felsőbség elé. Legfőbb feladatuk tehát abban áll, hogy folyamatosan törekedjenek a békére, szükség esetén akár háborús eszközökkel is.